felsváltásra vedd elő. Árnyékodon állj pontosan, s fűkészed mindent, de gondosan. Hát, hogy ezt kell kivédni, hogy aztán. Olyat akarnánk, okos, s szavam mozgásra tildamos. Erős legyen, s a szerelem párája lesz a szemedet. Hozzá, ha húzd, csak lelnéd már meg. Vagyis, hogy megnereljed. Most azonban még csak keressed. Valamosan volt férfi. Láss el a világ végét. Az előadás előtt kértem kamera elé a Bársony színpad szereplő gárdájából négyet, és ha jól hallottam, a három lány a végzős lányok közé tartozik. Ti szinte a kezdetektől tagjai vagytok ennek a színpadnak. Kérem, mutatkozzatok először be. Szifra Eszter, Bucsi Krisztina, Kővári Virág. És egy nagyon fiatal, csinos, bajszos fiatal ember is itt közdünk. Kovács Benedek. Igen, ő nem végzős diák. Nem. Lányok, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit adott nektek ez a játék, és hogyan búcsúztok ettől a színpadtól? Nekem nagyon sokat adott a Bársony színpad, ugyanis amikor idejöttem az iskolába, hát körülbelül elsős-másodikos koromban én egy nagyon visszahúzódó gyerek voltam, alig mertem barátkozni, és utána a nővérem, mivel elkezdett járni a Bársony színpadra, ezért utána én is kedvet kaptam hozzá, és elkezdtem járni. Először még kisebb szerepeim voltak, aztán egyre jobban kinyíltam, mint a barátság terén, tanulás terén. Eddig remegő hangon, remegve mondtam fel egy verset, most pedig már versmondó versenyeket is nyertem, meg harmadik helyezett lettem, úgyhogy rengeteg dologért azóta, és most ugye utána egyre nagyobb szerepeket kaptam, és hát kinyíltam, megszerettem a színházat, és ilyen téren is megyek most majd tovább a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépbe, drámatagozatra. Sok sikert kívánunk hozzá! Köszönöm. Ti veszi át a szót? Igen? Hát nekem is sokat adott, tehát olyan 5-6 éve, nem 5 éve inkább vagyok itt, és hát így boldog hát emlékeket adott, tulajdonképpen jó emlékeket, de így utolsó évre már kezdem kicsit
túl soknak tartani, és úgy volt, hogy én is dráma szakra megyek, de most már inkább a média, mert jó volt ezzel foglalkozni, és tartom is majd ezt a teret, szóval fogok még ilyeneket csinálni, de most így ez a társaság... Más terveid vannak. Igen, szóval... Nagyon helyen. Az ember azért végez egy életszakasz, hogy egy újat kezdjen. Jó. Én nemrég jöttem az iskolába, csak ötödiktől járok ide, és két és fél éve járok Szijjátszó szakkörre. Azért kezdtem el, mert ugye én nagyon zárkozott voltam, és le akartam győzni a lámpalázamat, és sikerült, mert nagyon megnyíltam, és az emberek is nagyon kedvesek voltak, és rengeteg barátot szereztem. És én majd azért sajnálom, és remélem, hogy majd vissza tudok majd még jönni ide, és megnézni más előadásokat is. Lányok, sok sikert kívánok az előadáshoz, és köszönöm az interjút. Itt vagyunk az Rényi úti általános iskola aulájában, ahol egy színpadon állunk, és előttem szép Emese tanárnő áll, aki a Bársony színpadnak a vezető tanára. Ha beszélne egy kicsit arról, hogy mióta született meg ez a színpad, mióta működik, és ha jól tudom, akkor hát nem csak az iskolán belül működik, és nem csak az iskolán belül folytatja a drámapedagógiát, hanem részese még a Bartók Béla alapfokú műzőiskolában. Igazából ez a Bársony színpad, ez a Bartók Béla zeneművészeti iskolának a dráma tagozata, de hát mivel én itt tanítok, nagy részt az idejáró gyerekek vannak, de azért van Kossuthos gyerekem is, van több helyről is gyerek, aki idejár, de az a zöme, az saját tanítvány és itteni gyerekek. 6. éve működünk együtt. Sőt, most fog az egyik tanítványom alapvizsgázni, tehát ez 6. év után lehet, és azóta vagyunk együtt. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó, mert őt elsős kora óta tulajdonképpen jár hozzám, és látjuk azt, hogy egy bezárt, egy zárkózott, egy alig beszélő, nem központi személyiség az osztályban, és azzá vált. Most 8. ő az egyik legközpontibb személyiség, és még azt is nagy büszkeséggel elmondom, hogy ezek a végzős hallgatóink, a három gyerek, ők mind a hárman drámás osztályba mennek, bár nem ez a cél, legalábbis nekem nem ez a célom, hanem a gyerekek személyisége nagyon pozitívan fejlődik a drámapedagógiába. Hát nagyon szívesen látnám, ha még többen jönnének, és át lehetne adni azt, amiben én hiszek, hogy a drámapedagógia iszonyú sok mindenbe fejleszti a gyerekek személyiségét és játékosságát. Nagyon szépen köszönöm! A színpadi műsor szünetében vagyunk, most volt vége az első résznek, és Emese tanárnőnek én mondtam, hogy milyen dekoratív a színpadkép, és azt mondja, hogy jaj, ne, nekem van, mindjárt hozom a hölgyet, aki nekünk ezeket a díszleteket készítette, hát akkor ha lenne szíves bemutatkozni, és néhány szót mondani arra, hogy hogy csöppent ebbe a dologba. Szabóni Aranyos Nóra vagyok, és azt hiszem, hogy minden, hát azt mondhatom, hogy tulajdonképpen egy lelkes anyuka vagyok, és minden háttér nélkül a családom és én készítettük a díszleteket. Nekem egyik gyerekem sem bársony színpados, de
de minden alkalmat megragadunk arra, hogy eljöjjünk, és nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel nézzük az előadásokat, és egy-két kreatív ötlettel tudtunk hozzájárulni az előadás sikeréhez. Talán ennyi. Én hát kívánnám minden kollégámnak, hogy ilyen lelkes segítői legyenek, és hát gondolom Emese nevében én is mondtam, hogy nagyon szépen köszönjük ezt a lelkesedést, és gratulálunk a színpadképhez. Szépen.